Sziasztok, Loki szurkolók! Köszönöm a nagyon sok kérdést, amit kaptam. Szeretném minél jobban megválaszolni őket, és remélem, hogy sikerülni fog. Az első így szól. Érzed, hogy folyamatosan jó teljesítmény mellett hamarosan közösség kedvencé válsz a Lokiban? Ezen még nem gondolkoztam, őszintén megmondom. Úgy gondolom, hogy közönség kedvencé nyilván csak akkor lehet válni, hogyha folyamatosan jó teljesítményt nyújtasz. Hosszú távon ez lenne a célom. Nyilván, hogyha a közönség kedvencé válok, akkor az egy óriási plusz, úgyhogy én abszolút ezen vagyok, hogy ez minél bekövetkezzen. Ha nem is közönség kedvenc, de egy folyamatos jó játékkal azért nyomot hagyjak itt a Lokiban. Melyik volt az eddig karrier legnehezebb pillanata? Több ilyen mélypontom is volt, úgy gondolom. A legnehezebb talán, amikor ide kerültem a Lokiba. Nyilván én siófoki születési vagyok, tehát a világéletemet a családom közelében éltem le, úgyhogy a távolság az kicsit nehéz volt, kellett egy kis idő, míg megtanultam a dolgaimat egyedül véghez vinni, úgyhogy akkor kicsit magam alatt voltam, nyilván akkor a pályán se úgy mentek a dolgok, ahogy elképzeltem, sok játék lehetőségem se volt, úgyhogy örülök, hogy ebből vissza tudtam jönni, és most kezdek kiegyenesedni. És a pálya mely részén érzed magad a legjobban? Ugye mindenki tudja, hogy az NB2-es szezonban jobb hátvédet játszottam egy kényszerhelyzet miatt. Most azért az első osztályban már a saját pozíciómon, ami tényleg a saját pozícióm játszom. Úgyhogy ez nehéz kérdés, mivel a két bajnokság azért teljesen más, ezért talán az MB2-ben jobb védőt jobban el tudtam sajátítani, mivel a mélységindulások és jobban tudtam segíteni a támadásokat mélységből. Azért az MB1-ben már szerintem nem tudnám úgy megoldani a védekező feladatot, mint MB2-ben. Teszem hozzá, ott sem tettem ezt meg teljesen jól. Úgyhogy az MB1-ben teljesen jól érzem magam itt a saját pozíciómon a jobb szélső támadóként, de hogyha esetleg arra kerül sor, hogy jobb védőt játszam, akkor azt is meg fogom tudni oldani. Negyedik kérdés, minek köszönhető, hogy mostanában, mint a bevállalósabban cseleznél a pályán? Hát, nem tudom, ez lehet, hogy annak köszönhető, hogy eddig jobb védőt játszottam, azért hát egy kicsit rizikósabb cseleket bevállalni. Ez egy szélső támadónak szerintem az egyik alappillér a játékának, hogy minél több cselt bevállaljon. Nyilván ez az önbizalom is kell, úgyhogy hogyha meg elveszítem a labdát, akkor elveszítem, most már úgy állok hozzá, hogyha pedig egy jó csel sikerül, akkor azzal talán többet fogok csinálni a csapatnak, mint egy hátrapasszal. Hogy érzed rá, és lehet számodra a magyar válogatott? Ezen még nem gondolkodtam. Most jelenleg szerintem nem. Nyilván nagyot kell álmodni, minden játékosnak az a cél, hogy egyszer a felnőtt válogatottba képviselse a hazáját. Nekem is az a célom, ezzel még nagyon sokat kell dolgoznom, sokat kell tennem. Úgy érzem, hogy itt a Lokiban minden adott ahhoz, hogy meghatározó játékos legyen belőlem, és én szeretnék válogatott lenni, és úgy fogok dolgozni, hogy ennek érdekében mindent megtegyek. De ez most jelenleg nem reális. Hatodik kérdés, mi a célod a DVSC-vel? Hát minél jobb szezont elérni. Ebben az egy évben ez az építkezésről szól, mint hogy sokan tudják. Én nagyon remélem, hogy kicsit merészebb célokat is kitűzhetünk majd a jövőben. Nagyon szeretem Debrecen, nagyon szeretem a Lokit, nagyon jól érzem itt magam, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy én minél tovább futballozzak itt, és minél nagyobb célokat érek el. Tehát én egy bajnoki címet is megcéloznék a Lokival a közeljövőben. Melyik volt pályafutásod eddigi legjobb meccse? Mi mindig kicsit önkritikus voltam magammal, egy mérkőzést nem emelnék ki, mert úgyhogy tökéletesen játszottam volna, olyat egyre sem emlékszem, és szerintem, hogyha közel tökéletesen játszanék, akkor se úgy vélekednék magamról, hogy ez volt életem legjobb meccse. Az lesz a célom, hogy minél stabilabban játszak, tehát egy mérkőzést nem tudok sajnos kiemelni a sok közül. Hány éves korodban kezdtél el focizni? 5 évesen kezdtem el focizni, és azóta folyamatosan, kihagyás nélkül. Érezted a pályafutásod során, hogy abba akarod hagyni a labdarúgást? Érezni nem éreztem. Ilyen kósza gondolatok egy-egy rosszabb meccs után, vagy egy nehezebb időszak után azért előfordultak, de komolyan sosem gondoltam, és sosem fogom komolyan gondolni. 11. Melyik a kedvenc cipőfajtád?
a Nike Vaport használom, és szerintem az a legjobb, számomra tökéletes. Szerettél Kaposváron focizni? Igen, nagyon szerettem Kaposváron focizni. A Siafoktól az nem nagy távolság, úgyhogy az is nagyban segített, hogy közelebb tudtam lenni a családomhoz. Szerettem ott a labdarúgást, szerettem focizni, az volt az első komolyabb megmérettesésem az első osztályban, úgyhogy én nagyon boldogan gondolok vissza erre az időszakra, úgyhogy abszolút szerettem. Ki a legjobb barátod a csapatból? Hát most, ha diplomatikus akarok lenni, akkor mindenkivel jobba vagyok, de hogyha egy embert kéne kiemelni, akkor az a Pintér Ádám. Hozzá vagyok legközelebb szerintem a csapaton belül, de tényleg mindenkivel megtalálom a közös hangot, úgyhogy ez egy nagyon jó közösség, nagyon szeretek itt lenni. Úgyhogy a Pintér Ádámot kell kiemelnem, de tényleg mindenkivel jó kapcsolatot ápolok. Hogyan ismerkedtél meg a barátnőddel? A barátnőmmel gimnáziumban ismerkedtem meg, 7 évvel ezelőtt már lassan, jó sok idő. Hát ez is egy érdekes, hogy sodort minket össze az élet. Én Felcsúton fociztam, és Gödöllőre jártam gimnáziumba, és ott ismerkedtem meg, és kopuszilom innen is őt. 15. kérdés, van tesód? Nincs tesóm, egyke vagyok. És mi a kedvenc ételed? A csirkét és a halételeket szeretem, egy konkrét ételem nincs. Nyilván azért az egyedüllét most már megköveteli az, hogy férfi létemre is elkezdjek főzni, mondjuk ez már a mai világban. Nem nagy dolog, a csirkét szeretem elkészíteni, és bármilyen halételt, úgyhogy abból pedig bármi, bárhogy jöhet. 18. Kolibri, szia Erik, üdvözöllek, sok sikert a válogatottban. Nagyon szépen köszönöm a sok kérdést, remélem, hogy mindegyikre megfelelő választ tudtam adni. Találkozunk a következő hazai mérkőzésen, hajrá Loki!